Egyedülálló környezetben, a Csurgó völgyben egy korábbi andezit bánya területén nyílt luxusszálloda Tokajban. A közel 10 milliárd forintos beruházás nem csak a térség turisztikai vonzerejét erősíti, hanem a foglalkoztatást is növeli. Én azt gondolom, hogy ez egy hihetetlenül fontos üzenet. Természetesen sok munkahelyet is létrehozott, és nagyon sok helyi dolgozik itt, és ez egy nagyon kiemelkedő dolog. Munkahelyek létrehozása az mindig fontos a térségben. És mi pedig azon dolgozunk, hogy minél több olyan infrastruktúrát építsünk ki, amellyel az ide látogatókat még jobban arra tudjuk biztatni, hogy válasszák Tokajt és térségét. Kerékpárút hálózatot alakítunk ki, és gyakorlatilag nagyjából egy hónap múlva már az egész Kopaszhegyet körbe lehet majd tekerni biztonságosan. Szerencsig megépítettük a 37-es út kétszer kétsávosabb bővítését, és fejlesztjük a víziturizmust, a bodrogparti sétány. Gyakorlatilag ezek mind-mind olyan hívó szavak, ami azt gondolom, hogy fontos, hogyha az ember a szállodába is ide érkezik. Úgyhogy szeretnék köszönetet mondani a magyar kormánynak, hogy egy jelentős összeggel támogatta ezt a beruházást. Az ötcsillagos szállodát Lázár János építési és közlekedési miniszter adta át, aki azt mondta, a kormány célkitűzése kettős ebben a térségben. A Miskolc, Nyíregyháza, Debrecen övezetben egy versenyképes gazdasági zóna kialakításán dolgoznak. Az átfogó fejlesztéseket pedig turisztikai beruházások is kísérik. A Magyarország kormánya nagy erőforrásokat mozgósít annak érdekében, hogy a vidék számára lehetőséget teremtsünk. Mi úgy gondoljuk, hogy Magyarországon a gazdaságfejlesztés szempontjából a tartalékot a vidéki térségek elsősorban a peremtérségek jelentik. Ez alatt értem az északkeleti, keleti, délkeleti országrészeket, többek között a zempléni részt is, ahol az országos átlagnál nagyobb a munkanélküliség, kisebb a kereset, jóval kisebb a gazdasági növekedés, mint eddig volt. Ennek egyik fontos tartópillére lesz ennek a fejlesztő munkának a Debrecen-Nyíregyháza-Miskolc gazdasági övezet kialakítása, amin a kormány intenzíven dolgozik, külföldi befektetők, hazai gazdasági szereplők és természetesen adófizetői 1000 milliárdos nagyságrendű forintok mozgósításával. Ez az egyik tartópillér. A másik, azt szeretnénk elérni, hogy a magyar választópolgárok, amikor pihenni mennek, akkor Magyarországon töltsék a szabadidejüket, ne csak a Balatonnál, hanem az ország különböző pontjait is képesek legyenek megtalálni, föltárni. Az egy nagyon fontos és jó dolog, hogyha a magyar családok Magyarországon pihennek, és ezzel egyébként szolgáltatásokat vásárolnak, itt költik el a pénzüket. Minden szállodai fejlesztést támogattunk az elmúlt évtizedben, amely vidéki szálláshely bővítésre vonatkozott, mert azt gondoljuk, hogy például Zemplén és a Tokaj számára a kitörési pontot az iparfejlesztés mellett döntő mértékben a turizmus és a turisztikai szolgáltatások növelése jelenti. Ennek érdekében a kormány ehhez a szállodához és más szállodákhoz is támogatást biztosított a térségben. A hotel építését a Kisfaludi Turisztikai Fejlesztési Programból közel 3,5 milliárd forinttal támogatta a kormány. A szálloda szolgáltatásait bővítő rendezvényházra további 1 milliárd forintos állami forrást adtak.